Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jobb Rodé, és nagy tisztelettel köszöntöm Jurák Katát, a Pest és lapszerkesztőjét. Szervusz! Szia, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást, megtisztelő itt lenni. Arról fogunk beszélni, hogy milyen külföldi befolyás van jelen Magyarországon a politikai életben, de még mielőtt erre rátérnénk, hadd érdeklődjek az iránt, hogy mi a helyzet a pesti srácoknak a táján, ugyanis azt a hírt lehetett hallani nem olyan régen, hogy a közelmúltban is letiltotta a YouTube, vagy korlátozott benneteket. Pontosan mi volt? Igen. Szinte napra pontosan két évvel ezelőtt egyszer már törölték a Pesti Srácok YouTube csatornája teljesen érthetetlen módon, és indok nélkül tette meg mindezt a Big tech óriás, és hiába szerveztük tüntetést a Google Budapesti székház elé. Igazából nem nagyon álltak velünk szóba is, mert elég sokat kellett küzdenünk és harcolnunk azért, hogy a közel hét év munkájának, a gyümölcsének egy töredékét legalább visszakapjuk, de a Gmail fiókunkat is törölték ezzel. Egy időben, ahol a számtalan üzleti partner és levelezésünk, a drive-unk is megtalálható volt, majd most két évvel később, szintén februárban, szó, egy szó nélkül figyel, nem is figyelmeztettek bennünket, felfüggesztették a csatornánkat ismét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Big Tech óriások hatalmáról azért érdemes lenne szót ejteni, és nagyon örülnék annak, hogyha bele egy nemzetközi összefogás, mint hogy már indult is egyébként a megregulázásukra való kísérlet Amerikában is, de hát nekik ez nem igazán pénz, hogy útják őket több milliárd dolláros büntetéssel, Meg, megrántják a vállukat, és azt csinálnak, amit akarnak. Azt mondtad, figyelmeztetés nélkül függesztették fel, így utólag tudjátok, hogy melyik tartalom volt, azt, tehát ilyen tartalmi kifogásuk volt? Igen, igazából egy egy közé nem tett videó anyag egyébként a Pesti élenjára élen jár a elleni küzdelemben, és a gyermekvédelmi törvény módosításában is azt gondolom, hogy oroszlán részszá volt azoknak a munkának és annak a tényfeltárásnak, amit a Pesti munkatársai végeztek. Pont egy ilyen anyagot kaptunk meg egyébként, ami, tehát oda töltöttük fel mindig azokat a videókat, hogy a vágó a nyársból tudjon ugye dolgozni, és tehát közé nem tett videóból, ők azt szűrték le, hogy ez egy pedofil tartalom, és ezért tiltottak le bennünket. Holott igazából azért töltötte fel a vágó, azt a tartalmat, hogy abból ugye a szerkesztő nyilván tudjon úgy dolgozni, hogy felhívja a figyelmet a pedofil csoportok veszélyeire az interneten. Ez az ügy azóta egyébként megoldódott? Hát a részben, mert hogy visszakaptuk ugyan a, a videóink egy részét, de pont amiről én azt szoktam mondani, hogy kortörténeti dokumentum lehetne. Ugye a CEU tüntetéseken ugye mi mindig ott voltunk az élvonalban, és minden egyes tüntetésen ott voltunk, és beszámoltunk. Tehát nagyon jól kirajzolódtak, hogy azok az emberek ugyanolyan ö, módszer, forgatókönyv alapján dolgoznak, és próbálják megbuktatni az Orbán kormányt. Egyébként 2014 -ben jóta rendszeresen. Tehát amit pont be tudtuk volna mutatni, azok az anyagok így elvesztek. Tehát visszakaptuk az ilyen kulturális műsorainkat, visszakaptunk ilyen, hát úgymond nem annyira prompt anyagokat, de a, a fő videóink hiányoznak. Na térjünk rá akkor a témánkra. 2019-ben volt egy cikksorozat, amelyet elindítottatok, akik vagytok ti, külföldiek a magyar politikában címmel, és azért is gondoltam, hogy nagyon aktuális egyébként a mai napig ez a cikksorozat, és érdemes elővenni újra, így több év után is, mert, mert látjuk azért a mostani belpolitikai eseményekben is, hogy vannak bizonyos szálak, amelyek. Abba, abba az irányba mutatnak, hogy amit ti akkor megírtatok, annak van valóság alapja. Kezdjük ott, és egy kicsit általánosságból indítanék, hogy mennyire probléma az, hogyha van külföldi befolyás egy országban. Ugye azt szokták mondani, hogy hát ne legyünk naivak, mind a két oldalt biztos, hogy kívülről próbálják befolyásolni és valamilyen módon érdekeket akarnak érvényesíteni Magyarországnak akár a belpolitikai döntéseiben, akár gazdasági érdekeket, akár kulturális érdekeket és egyéb más dolgokat. Probléma ez? Nézd, én azt gondolom, hogy és szerintem ebben konszenzus van minden jó, jó szándékú magyar ember szívében, hogy hát külföldről pénzzelt, tuningolt politikai entitások ne döntsenek már arról, ami, ami, a magyar emberekre vonatkozik, és egyébként tökéletesen ellentmond mindazzal, amit mi magyarok szeretnénk képviselni. Amikor elindítottuk ezt a sorozatot, akik vagytok ti külföldiek a magyar politikai életben, egyébként pont a Momentummal kezdtünk, és akkor a Berg Dánielre irányítottuk a, figyelmet, aztán jött Szabó Tímea, folytatta a Márkizai Péter, a sort, aztán ugye Dorosz Dávidról, és mindenkinek az életrajzából dolgozunk, soha egyetlen egy pert nem indítottak ellenem, azért, mert ezeket a cik, cikkeket megjelentettem, és KG Bélával kapcsolatban, és hát nagyon sok olyan dolog jelent meg ami mi oldalunkon, amiből egyébként Alkotmányvédelmi hivatal is dolgozott, tehát, hogy megvan a feljelentés, a bejelentést, én István, a cikkeink után mindig egy közérdekű bejelentést tett, és kérte a hatósági vizsgálatot, ezek el is indultak. Tehát én azt gondolom, hogy amikor Márki Péter judás pénzért kimegy Amerikába, és ezt nagy mellénnyel 2018-ban még így oda is veti a 168 óra hasábjain, hogy igen, én azért mentem ki, hogy a választási kampányain külföldről pénzt szerezzek. Na no, hát azért kérem szépen, itt azért vannak alkotmányossági aggájaink, ezek a kapcsolatban van egy választói rendszer, egy választási doktrína, ami megmondja, hogy külföldről mennyi pénzt lehet kapni, mondani, politikai pártnak semennyit. Alapítványnak, mozgalomnak igen, de magának egy pártnak nem. És akkor már jól lehetett látni, hogy a, a mi mamó, ugye akkor még ez volt, ö, egy gyakorlatilag egy, egy ilyen kis egyesületecskéből ö, politikai párt lesz, és aztán be is jött ez az úgymond varázsgömbös jóslat, hogy ő lett az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, akinek az életútja szintén számos kérdést vett fel. Meg akkor kezdjük mi is a Momentummal. Ugye a Momentumról azt gondoljuk, hogy az olimpia mozgalomból nőtt ki. Ugye volt egy népszavazási kezdeményezés, hogy ne legyen olimpia, Magyarország ne rendezzen olimpiát. Ez úgymond számukra sikeres is volt, és utána ebből nőtt ki a Momentum. Így volt ez. Igen, de azért hát az ilyen kis cuki <fiatalocskák> fiatalocskákból álló csoportosulásról azért nem már tudni, hogy magát a Momentum doménevet már jóval előtte lefoglalták egyébként, mint ahogy maga a Momentum megjelent, és Fekete Győr Andrásék, a Cseh Katalin Fekete Győr András Donált Anna, illetve hát ugye utána bekapcsolódott a hirtelen Amerikából felbukkant, és rögtön a CEU tüntetésre landoló Berg Dániel, aki aggódott a magyar Oktatási helyzete miatt, és véletlenül része volt abban is, hogy Magyarországra beavatkozást kért amerikai külügyminisztériumban. Tehát, hogy ezért egy kicsit így elhúztam a, a számot, hogy ezt vajon hogyan engedhetik meg maguknak, illetve hogyan lehet az, hogy egy ilyen kis fiatalokból álló csoportocska ö, ugye megfúrja az olimpia megrendezésének a, a, lehetőségét is, és egyébként több millió magyar embernek a vágyat álmát Hát mondjuk, egy rombolja össze, és aztán makronékkal ott a futózkodnak. By the way, tehát így megjegyezném, hogy euh, izgalmas volt, hogy ilyen kis magyar fiatalocskák hogyan kerülnek utána végig a, a baloldali euh, miniszterelnökök, pedig a holland miniszterelnök társaságába is ölelkeznek és rócsóznak folyamatosan. Euh, miből, hogyan lettek ilyen ismertek, kik ők valójában. Ez volt az a kis magocska, ami így a fejünkben, hát aztán kikelt, és egy egész szép kis burjánzó növény lett belőle, amit azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes hálózatként kezelni. Ugye Békes Márton járt itt pár héttel ezelőtt, és vele is beszéltünk a színes forradalmakról előtte, meg a soros hálózatról, és ő is azt mondta, hogy nagyon érdekes, hogy nem kell annyira mélyre menni sokszor, hanem elég megnézni azokat a fényképeket, amik kikerülnek a médiába, hogy ki kivel fotózkodik, akkor ezek szerint nálatok is ez indította el, úgymond Absolut. ezt a gondolkodást. Abszolút, tehát azért szerintem, hogyha így egy picit így geopolitikailag, és ugye az ember képben van, akkor ki, mit, mikor, hol, miért, kivel, ezekre a kérdésekre keresed a választ, és akkor meglátod, hogy azok, akik ugye magukat csak én magyar egyetemistaként, aggódó fiatalként apostrofálták, azok hogy a túróba kerülnek olyan, miniszterelnökök közelébe, ahová egyébként komoly diplomáciai ö, úton lehet csak eljutni. És akkor megnéztem az életrajzokat, mert ö, Szerintem az az igazán beszédes, hogy vannak hiányzó évek, vagy éppen mondjuk a cseh esetében, hogy egy magyar a hallgató, egy magyar medika, olyan, hogy a túróba kerül ki egy olyan szemináriumot tartani, ahol azokat az ukrán és fehér orosz aktivistákat képzi ő ki, akik aztán a téren forradalmat robbantanak, és amivel aztán kormánybuktatás lesz. Milyen, azt, azt lehet tudni pontosan, hogy itt milyen szerepe volt, csak a talinnak? vagy milyen Igen, tehát ő ezt, e a ezt a, a Wikipédián, tehát ő uh -huh. ezt így ő nyíltan vállalta, és a Bergen-el, aki azóta már a férj pont ő azzal hívta fel magára a figyelmet az én szemem, hogy semmit nem találtam róla a, az interneten, ami egy 88-ban született ember életét tekintve, némiképpen. Hát számos kérdést vett fel, mert hogy úgy mondjuk 88-as embernek még az általános iskolás eredményeit is egy némi kutató munkával gyakorlatilag elő tudott bányászni az internet bugyraiból, és hogyha valakiről van egy internet archívumban lementett Wikipédia kis szócikkecske, amit még le is szednek, akkor azért ott izgalmas megnézni, hogy kicsoda ő valójában. No hát ő volt kaposvári lokápatrióta is egyébként, aztán most már itt a második kerületben hirtelen alpolgármester lett, az ő életútja is egy hollywoodi meséhez hasonlítható, hogy a negyed Budapestre lett aztán itt a, a CEU tüntetések vezérszónoka, a Momentum elnökségi tagja, és aztán így szépen a sorjában azért meg lehetett nézni, hogy a, hát a csak Magdalén mellett, aki ugye európa parlamenti képződött, hogy kikhez jutott el, és kísért el a és ki tudja, hogy milyen tárgyalásokat folytatott le, és milyen egyességeket kötött. Ugye, azon kívül, hogy kikivel fotózkodik, az is beszédes, hogy ki mit csinál, hogy ki milyen beszédeket tart, akár az Európai Uniós Parlament falai között. És azért, ha valaki szem vagy követi ezeket, akkor felmerül benne a kérdés azért, hogy mondjuk csak a Talinkit képvisel az Európai Unió vanna. falai között. Tehát, hogy neked mi a véleményed arról, hogy a tevékenységük, akár a momentumban politizáló a politikusoknak a tevékenysége mire utal? Én azt gondolom, hogy. És most lehet, hogy ez kemény mondat lesz. De én azt gondolom, hogy újra kellene írni a büntető büntetőtörvénykönyvben a hazárulás fogalmát, mint tényállás. Mert az, aki a saját hazája ellen szólal fel, a saját hazája ellen lobbizik, és így nyitott eljárásokat, meg azt gondolom, hogy az hazárulás. Mert őt nem azért választották meg a magyar emberek, hogy az Európai Parlamentben a magyar állam ellen, a magyar nemzeti érdek ellen tevékenykedjen, hanem hogy azt képviselje. És én soha, tehát 2013 óta számtalanszor voltam kint a parlamentben tudósítóként, Egyetlen egy képviselőcsoportot sem láttam, akik egyébként a saját hazájukban ellenzékként, és ö, tényleg mindent, mindig egymásnak ugornak, és mindig ö, kritizálják egymást, de ott kint, Brüsszelben és Strasbourgban egységes tömként a saját országukat, nemzetüket képviselik, mint a magyar ellenzéket, akik számtalan szort, tehát újhely István, nem is tudom hány talán több ezer levelet írt szinte hetente a magyar állapotokról, és hogy azonnal itt súlyos beavatkozáson kell külföldre, mert hát tényleg eszmátlen diktatúra épül. És akkor a csegattalinék is, hogy szavaznak? És ugye, amikor kikerült a, a soroshoz hű lisa, EP képviselők listája, megmondom őszintén, mi nem lepődtünk meg. 2014 óta írjuk folyamatosan, hogy meg kell nézni, hogy milyen döntések születnek, és hogy azokat kik szavazzák meg, miért. Ugye, sokszor ö, azt mondják, hogy már a, tényleg unalmas ez a sorosozás, lehet, hogy unalmas, de val valós. Tehát, hogy ott egy nem sorosról van szó, hanem egy úgynevezett háttérhatalomról, most elő lett hívva egy ember is meg lett nevezve, de lássuk be, hogy ez egy globális háttérhatalmi elit, akik felhasználnak bizonyos politikusokat a saját érdekeik érvényesítésére és akkor itt akár aktualizálhatnánk is a géttel, hiszen gyakorlatilag a rabomomia többször áll meg most már az Európai Parlament előtt, mint egy mondjuk egy taxi. Tehát, hogy, hogy azért ez, ez tényleg egy nagyon súlyos dolog, és én azt gondolom, hogy a magyar ellenzéki képviselőknek sem szabadna a hazaszeretetüket háttérbe szorítani külföldi érdekek képviselete miatt. Ugye Cseh Kataniról beszéltünk, Dánielről, elmondhatom mind a kettőkről egyébként, hogy az egyik Kanadában, a másik New Yorkban született, ha jól tudom. Bihan. Tehát ott is tanultak, ott nevelkedtek. Mit gondolsz, hogy egy. Az amerikai kontinensen született ember ott él, ott szocializálódik, ott nevelkedik. Miért gondolja azt, hogy neki haza kell jönni politizálni? Igen, ezt én is feltettem kérdésként, ez egy remek kérdés, Rita. Azt gondolom, hogy nem ők maguk döntötték ezt el így. Én a, még a Bergdanielnél egy olyan dolgot találtam, egy Berliner nevű újságban, ex-Berliner, bocsánat, egy publikációt tőle, és így. És meglepődtem, hogy mit kereső New Yorkból, hogyan került ő, ugye az ex-Berliner, az olyan, akik Berlinben élnek, éltek, és hogy, hogy, ott publikált. Én azt gondolom, hogy ott ismerkedett meg egyébként csak Atalinnal, egy ifjúsági szervezetben aktivistaként, és őket kiküldték, kiképezték a Fekete Gyűr Andrást is, tehát hogy jól látható, hogy ezek a fiatalok, akikből ugye a Momentum, hát, ö, olyan szépen kinőtte magát, hogy két Európa parlamenti képviselőt is sikerült delegálni, Azért őket rendesen felkészítették a politikai szerepvállalásra, és amit láthattunk az úgynevezett rabszolgatörvénynél, ami egyébként szintén egy ilyen hakni volt, vagy, hát nem is tudom, tehát hogy egy ilyen megrendezett forgatókönyv alapján, ugyanaz a forgatókönyv, mint ami egyébként lejátszódott Kijevben, vagy ami Macedóniában, vagy éppen most így, ami látható. Tehát, hogy, hogy ezek mind ugyanazon a forgatókönyv alapján készülnek, vagy... Tehát, hogy ott azt, amit lehetett látni, ott, ott azért kibukott, hogy bizony a Donát nem, nem, egy egyszerű politikusok, hanem, hanem képzett ügynökök. Én kimerem mondani. Mert ugye felmerül az emberben a kérdés, hogy még itt Magyarországon azt tapasztaljuk, hogy akár egy Budapesten élő sem mindig tudja átérezni egy vidéki embernek a problémáit, gondjait, akkor egy külföldön szocializálódó ember, aki idejön és minket akar képviselni, hogy érzi át, hogy egyetem mi, mi, folyik Magyarországon? Én nem, nem kérdőjelezném meg az ő magyarság tudatát és magyarság szeretetét és hazaszeretetét, de én azt látom, hogy más a szó és más a tett. Tehát, hogy én mondhatom az én számmal, hogy szeretem a hazámat, ha folyamatosan ellene tevékenykedek. Miért jövök haza a, a diktatúrában, diktatúrába, hogy ők mondják, miért jövök haza az elnyomásba, hogy felszabadítsam a nemzetemet? Mm, nagyon szépen hangzik, de mekkora a realitás annak, hogy tényleg ott hagyja mondjuk a Berg aki New Yorkban él, és az édesanyja is ismert és elismert mm, színésznő és művész. Tehát, hogy egy olyan közeget, amiben ő annyira jól érzi magát, hogy majd ő jön, és akkor a magyar tanszabadságért tüntet. De úgy, hogy egyébként én ott voltam az első CEU tüntetésen, ami mondjuk egy fake indult, mert hogy szó sem volt arról, hogy be akarják zárni csak a CEU-t, és akkor lett egy ilyen Lex CEU, és ki kellett menni a magyar miniszterelnöknek az Európai Parlamentbe, talán emlékszel és meg, kell véde, meg kellett védenie Magyarországot az, hogy 28 intézményről van szó, nem szépen, nem csak a CEU-ról, és akkor zárójel, a CEU még a mai napig is itt van Budapesten zárójelbe zárva, tehát annyira elüldözték Magyarországról. És hogy vezérszónok lett. Tehát, hogy ki ez az ember, aki Amerikából idejön, majd aztán részese lett annak a bizottságnak, delegációnak, aki visszautazik Amerikába, és ott az amerikai külügyminisztériumban tárgyalásokat folytat arról, hogy itt kérem nem csak arról van szó, hogy a szabadság, itt a demokrácia is veszélyben van, és beavatkozást kért. Ez diplomáciai nyelvén gyakorlatilag azt jelenti, hogy tessék idejön és segíteni a kormányt megbuktatni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindaz, amit ők tettek, az nem hozos szeretet, hanem hozó árulásnak minősíthető, hiszen itt több millió ember akaratát és szavazatát vonták kérdés, kérdő, kérdőjelezték meg, és tették gyakorlatilag semmi se az által, amit ők hazudoznak folyamatosan a sajtóban, tehát a világ sajtóban, és a, a különböző parlamenti bizottságokban is, például a Líbe bizottságban. De ez nem annyira új, a tavaresz jelentésre is emlékezzünk, hogy az amiut az Orbán kormány hatalomra került gyakorlatilag folyamatos támadás és ösztűz alatt állunk, vagy médiatörvényünk miatt volt internetadós tüntetés, és a a tanszabadságért aztán mindig folyamatosan tüntetnek. Az oktatás az egy kimeríthetetlen téma és láger náluk. Aki követi az Európai Unióval való harcát Magyarországnak, vagy viaskodását, és ugye, hogy megkapjuk a pénzeket, nem kapjuk meg a pénzeket, itt is többen elmondták politikai szakértők, elemzők, hogy picit úgy tűnik, hogy a magyar ellenzék nem tud itt Magyarországon nyilván egy többséget maga mögé állítani, mert nincs benne akkora potenciál, de azt várja, hogy akár egy ilyen Európai Uniós beavatkozással mégis valahogy az Orbán kormányt meg legyen buktatva. Igen, és szerintem az, hogy az eu pénzek folyósítását ők, sőt ők a leginkább azok, akik ezt megtorpedozzák, ez szintén jól mutatja az ő identitásválságukat. Mert ha én magyar vagyok, akkor én a magyar emberek érdekeit képviselem magyar képviselőként. De ők kettős állampolgárok egyébként. Tehát a csekattan is, ugye említette, Torontóban született kanadai. Gyermekkora volt a Bergdánia, ugye amerikai állampolgárként született, Márkész Péter pedig felvette az állampolgárságát Kanadában a családjával együtt. Erről egyébként fotók is vannak, közel 18 ezer fotót tett közzé az Amerikában és Kanadában töltött idejeiről, a családról és Putinról már kizárt Péter volt szerencsém még nézni az összeset, úgyhogy így bukkantam rá arra is, amire ő egyébként így nem szeret ki térni nagyon, hogy hát ő bizony kanadai állampolgár, tehát hogy felvette. Akkor kérdem én, hogy most akkor ki vagyok én, ugye innen indul, hogy magyar vagyok, vagy ki vagyok. Tehát, hogyha ő tényleg nem a magyar, hanem amerikai értekeket képvisel. És ezért, amikor a, a Csakatalin megpróbálkozott Hát egy kicsit bocsánat, hogyha humorizálok ezzel, mert egyébként nem humoros, de tényleg ilyen fegyverzeti szakértőként is egy ilyen eszét írni arról, hogy miért kell az ukránokat a NATO csatlakozáshoz segíteni, és Oroszországot hogy kell lerohanni, és milyen páncélosokkal, akkor így az ember így elgondolkodik, hogy hát csak a talin elvileg egy orvos, tehát hogy miközben és hogy hogy képezte, mikor képezte magát egyébként ilyen fegyverzeti szakértővé, mint amilyen mondjuk Szabó Tíme, aki a másik nagy kedvencem, ugye Timike életútjában, bocsánat, nem Timike, hát, Szabó Tíme életútja is, igen, sok pikáns részt tartalmaz, és hát ő az afgán konfliktusban ott, igen, csak komoly... Hát ilyen békítő szerepet vállalt a saját bevallása szerint. Lehet, hogy erre a tudására itthon is szükség lenne, mondjuk itt az orosz-ukrán háborúban, mert hogy ott lobbizott az afgán kormány felállításában sikerrel. Ráadásul kérdéses, hogy miért jött haza akkor, hogyha ennyire sikeres tevékenységet folytatott ott a Harvard kutató vezetője aki hát ugye Szegedről indult 20 éves lányként, és rögtön Bostonban találta magát a Harvardon kutatásvezetőként. És onnan pedig ilyen 26 órás repülőutakat tett, szeretett afgányaihoz, meg Pakisztánban. Tehát, hogy itt azért vannak ilyen izgalmas dolgok. És soha nem akart politikával foglalkozni, ezt a Bosának adott interjújából sikerült megtudnom, amit aztán azóta töröltek az internetről véletlenül, de lementettem. Úgyhogy megvan. Az az érdekes nem tudom, hogy ez mennyire magyar specialitás, hogy ugye van a, a jobb oldal a baloldal, és a, a baloldalon, amit már inkább talán inkább progresszívnak nevezhetnénk, mert azért a, úgymond a hagyományos baloldalhoz talán már nem is olyan sok köze van. Ö, nagyon érdekes, hogy minden kérdésben ezt a progresszív irányvonalat képviseli. Hát ők Meg, tehát, Amit az Európai Unió, Igen. amit úgymond ez a globális elitnek nevezett, hogy mondjam, idea, vagy hogy fogalmazzak, tehát akár tényleg a háború kérdése, akár a gazdasági kérdések, akár kulturális kérdések, az LMBTQ kérdése, mert szinte mindenben ez, ezen a platformon állnak, ami ugye az Európai Unióból, Amerikából, ez a, ez vók a kultúrából is jön. Igen, ők ezt az ászlajukra is mm, tűzték, például a Momentum esetében, egy progresszív fiatalok, tehát a progresszivitást. Ezt ők nem is rejtik véka alá, hogy, hogy számukra ez fontos és alapvető dolog. Én pedig azt gondolom, hogy amikor a vakcina kérdésnél nekem ott, ott állt össze nagyon az a azzal bizonyos pázol, hogy Szabuti, miért a parlamentben, miért Kardos között oly hangosan a kínai vakcina beszerzés ellen, és miért nem a magyar emberek érdekét nézte, és miért az amerikai olvasatot szó szerint szinte azokat a mondatokat mondta, mint amit egyébként az amerikai sajtóban lehetett hallani. Tehát, hogy ott nem úgy örült volna, hogy sikerül a magyar kormánynak a megfelelő vakcina mennyiséget beszerezni, akár Oroszországtól, vagy Kínától, mert tényleg bárhonnan próbálkozott a magyar kormány azért, hogy a magyar emberek egészségét megvédje. Hogy akkor miért is fontos nekünk az, hogy hogy egy bizonyos érdekcsoportnak a a gondolatát próbáljuk áttolni a magyar parlamenten. Miért fontos lejáratnunk a magyar kormányt, talán emlékszel a felhatalmazási törvényel, mekkora hát, sajtóvízhangja volt nemzetközi szinten ennek, hogy nem most aztán az Orbán milyen diktatúrát épít, és akkor lássuk be, hogy például az ő pártársa Karácsony volt az utolsó, aki Dany ugyan, de vissza mondta ezt a felhatalmazási jogkörét, és például a 9. körödben talán saját jogkörben Baranyi Krisztina 500 döntést hozott, tehát hogy ők, ők élvezték legjobban ennek a gyümölcsét, nem is a, a kormánypárti politikusok. Tehát én azt gondolom, hogy progresszívként jellemezni, ez egy nagyon, nagyon, bölcs gondolat, csak, csak teljesen ellentétes mindazzal, ami magyar, ami nemzeti, és ami a normalitást tükrözi. És akkor térjünk ki rá, mert szerintem fontos, hogy a kereszténység védelme a, és a keresztények elleni támadások vajon mennyire tudnak balaszba kerülni az ő politikai mérlegükön, hogyha Niedermüller Péter, a demokratikus koalíció egyik ikonikus arca, ugye a, fehér, heteroszexuális keresztény embereket ilyen rémisztő képződményként jellemezte. Tehát aki beengedné a migránsokat az országban, hogy lebontaná a kerítést, ezt pont nekem mondta az Európa Parlamentben. És én őszintén ledöbbentem, hogy ő ebben tényleg hisz, vagy tehát szerint ez tényleg ez oké, okay, hogy, hogy ez, ez, ezt így engedjük be őket, és akkor akár a magyar emberek kárára is, de. És ő ebben tényleg, tényleg hisz. Tehát, hogy azért van, van ilyen ö, ember is ott, aki aki valóban elfűen, tehát aki aki tényleg elsírja magát azon, hogy szegény, milyen me, a menekült gyerekek, és hogy mi van velük, és egyébként tényleg szegény menekült gyerekek, és tényleg segíteni kell a bajba jutottakon, de azt már nem tette hozzá, hogy ö, mondjuk, ezt, a, amit a médiában láthattunk, képeket, hogy a várandós anyákat ott mutatták földön fekve, és hogy ugye ez mind, mind egy megtervezett menetrend szerint volt, amit a Soros Leaks-ben, amit 2016-ban a DC Leaks szivárogtatott ki, ez meg jól le volt írva. Tehát, hogy még erre vonatkozóan is utasítások voltak. Hogy hogyan kell őket ábrázolni, hogyan ébresztenek az európai nyugati társadalmakban egyfajta hát egy ilyen, nem is tudom, ilyen elfogadás, hogy szegény ők, és jöjjenek, és majd mi. És akkor hogyan tudták azt elhitetni, és olyan mélyre gyökerezve beültetni a társadalmunkba, hogy azt az Európa Parlamenti magas szintű vezetőt, akinek a lányát megerőszakolták. Egy, és menekült táborban volt segítő, Megérőszakolt egy migráns, meggyilkolt. Tehát, tehát abszurd módon euh, még azt kérte, hogy a temetésre ne virágot hozzanak, hanem, hanem egy ilyen migránsokat segítő szervezetnek utalják át a virágokra szánt pénzt. Tehát hogy ez már azt gondolom, hogy az agymosás teteje. Beszéljünk egy nagyon picit ezekről a tüntetésekről, megmozdulásokról is. Én azon döbbentem meg az utóbbi időben, ami egy ilyen aktualitás is hogy Izraelben van egy hatalmas felbojdulás, tüntetés, ugye az igazságügyi reform ellen, ott is egy jobboldali nemzeti kormány alakult az elmúlt időben, és reformat akarnak végrehajtani, most nyilvánabban nem megyünk bele, de hogy mit jelentek meg a tüntetésen? Azokat az ilyen szlogeneket, képeket, szimbolumokat lehet látni ezeken a tüntetéseken, ami akár Izraelben is zajlik, a nemzeti kormány ellen teszem hozzá amelyek itthon is feltűntek a tanártüntetéseken, a Free SFM mozgalom körül, akkor előtte mondta te is a repszolgatörvényt, tehát hogy... És ha azt gondolná az ember, hogy ez a Véletlen műve akkor azért elég erősen kellene hinnie a sorsban, vagy a véletlenszerűségben, mert hogy ott ugye olyan molinót feszítettek ki, amin a Hameini Ayatolla, Erdogan, Orbán, Viktor, és mellette Netanyahu szerepel, illetve megjelentek az LMBTQ zászlók, ami nem értem, hogy miközben az igazságszolgáltatási reformhoz. Tehát, hogy, hogy az LMB, vagy a, ezek a szivárványos zászlók mindenhol ott van, ahol ö, úgymond a nemzeti kormányok ellen tüntetni kell. Igen, és nekem ez különösen fájdalmas, és köszönöm, hogy beosztod ezt a témát, mert ugye ellopták a ellopják a, a, keresztények jelképeit, ami számunkra fontos. A szivárvány, és átírják. Tehát, hogy a szivárvány számomra az Isten és az ember közötti szövetség jelképét jelentette, amióta az eszemet tudom, mert engem így neveltek, és biblikus alapon próbálom meg értelmezni ezeket a dolgokat is, és így élem az életemet. Tehát számomra a szentírás az, ami az alap, és az a törvény is. És amikor megláttam, hogy ezt a szivárványt ahogy ugye az elfogadás jegyében, és azóta már bármilyen szivárvány színű tárgyat megláttuk, akkor nem az Isten és az ember közötti szövetség jut eszembe, hanem az, hogy LMBTQ, és, és, ebben, és ez csak egy kiragadott rész, mert számos ilyet lehetne mondani. És szerintem ebben fontos lenne, hogy felvegyük a harcot velük, hogy csak azért sem. Nem, nekem akkor is mást fog jelenteni. De visszatérve, tehát ők, ez egyébként egy... Ez egy megszokott módszertől, egy tipikus bolsevik. Bocsánat, én ezt, ezt annak veszem. A Lenin fiúk köztünk élnek, és ez mindenhol ugyanazt, hogy az anarchista jelképek, a feltartott ököl, ugye a nem maradunk, csen, annyi tüntetésen voltam, vettem részt. Nem ezeket a rímusokat előre mondtam már, hogy most mi fog jönni. Tehát lehetett tudni, hogy, hogy, egyre inkább bármilyen, egy úgymond jó ügy, tehát én tényleg sajnálom azokat a civil embereket, akik, és a civil szót is, hogy el démonizálták, mert most már azért vannak olyan civilek, akik szerették a természetet és környezetvédők, és maguknak ott szedik a környezetükbe a szemetet, de hogyha meglátod, hogy civil szervezet, akkor már egy sokkot kapsz, hogy te jó ég, mert akkor egy NGO képe villamba. Tehát, hogy a, a Orbán Viktort amióta megválasztották, tehát hogy azért próbálják letolni, és hitelteleníteni és karaktergyilkosságot követni ellenem, le, mert túl erős. És ez egy, egy titkos szolgálati módszer egyébként, amit állandóan bevetnek például egy ilyen proxi háborúban, mint ami most is zajlik. Na, sokáig beszélhetnénk még erről, itt a Hitrádión ennyi időnk volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Júrák a Pesti Srácok lapszerkesztője volt a vendégünk. Még mi folytatjuk egy picit a beszélgetést, amelyet a hallgatók majd az én csatornámon, a Fekete a csatornán hallgathatnak meg. Köszönöm, köszönöm. szépen!